Dombóváron újra megnyitotta kapuit az Alzheimer Café, amely keretein belül a demenciával kapcsolatban különböző témákat dolgoznak ki, és azokat beszélik át a betegekkel, hozzátartozókkal, illetve az érdeklődőkkel közösen. A részvétel ingyenes. Magyarországi Alzheimer Cafék 2014-ben indultak, az első Győrben volt, ezt Menyhárt Miklós házi orvos alapította meg, és hozta haza Magyarországra. Ő Franciaországból hozta az Alzheimer Café-nak az ötletét, és így először Győrben volt, és ezt követően 4-5 városban, így Pécsen is alakult egy Alzheimer Café, körülbelül 2015-ben volt Pécsen, és ezt követően hamar Dombóváron is elindult. A mozgalmat önkéntesek hozták létre. Az Alzheimer világnapot szeptember 21-én tartják. A mozgalomban résztvevőknél országszerte havi egy alkalommal tartják meg ezeket a beszélgetéseket. Ők egyre jobban tudnak megnyílni és beszélni a tüneti problémákról. Egyre több kérdés van, egyre jobban bevonódnak, mernek kérdezni, a saját tapasztalataikat elmondani, és hogy ők a saját hozzátartozóikkal hogyan élték meg az adott problémát, akár az inkontinencia, akár az elutasítás, az agresszivitás, hogy ezeket a tüneteket hogy kezelték ők. A környezetváltozás is negatívan tudja befolyásolni a betegséget. A demensbetegnek a kimozdítása a megszokott környezetéből, akár egy sürgősségi osztályon eltöltött éjszaka, az jelentősen megzavarhatja az ő állapotát. Tehát azt gondolom, hogy fontos lenne azt, hogy minél több beteghez és beteg hozzátartozóhoz eljussanak ezek az információk, hogy ezt megfelelően tudják kezelni, és hogy a beteg minél kevesebb olyan megterhelésnek legyen kitéve, amit hogyha a hozzátartozója tudott volna, elkerülhettünk volna. Egyelőre még a tömeges ülések váratnak magára, de már szép számmal vannak jelen betegek és érdeklődők egyaránt a programban. Mint mindenben, ehhez is nagyban szükséges az egymás iránti megértés, tisztelet és elfogadás.